Dr. Juhász Zsuzsa gyermekorvossal arról beszélgettünk, hogy miért lényeges az influenza elleni védőoltás beadása. Ahogy a doktornő elmondta, már októberben nagy volt az érdeklődés az oltóanyagok iránt. Tulajdonképpen mindig nagy volt az érdeklődés, mindenki a gyermekét szeretné védeni, és az időseket. Most a média azért segít benne, hogy megérkeznek az védőoltások, tehát már most kérdezték október elején, hogy mikor lesznek, és gondolom, hogy ez a hét és a jövő hét, most, hogy megérkeztek a védőoltások, kampányszerű lesz. A védőoltás az tulajdonképpen egy immunanyagnak a felhalmozása a szervezetben, emellett azért nagyon fontos, hogy a sejtnek a homeosztázisát, az egyensúlyát tartjuk, tehát azt jelenti, hogy felöltöztetni, ha hűvösebb van, levetköztetni, hogyha bejön a, ne izzadjon meg a gyermek, bejön a szobába, a vitaminoknak az adása, a vegyes táplálkozás, nem a gyoldalú táplálkozás, a sűrű szellőztetések és a nagy tömegek elkerülése azért mindenképpen még számottevően fontos a védekezésben. Megfelelő mennyiség áll rendelkezésre a vakcinából, amely beadására telefonos bejelentkezés követően van lehetőség. Konkrétan a mi körzetünkbe 20 darab oltóanyag érkezett. Ez testvérpár, 12 éves kor alatti testvérpárnál felét-felét kell beadni, tehát gyakorlatilag úgy számolunk, hogy egy testvérpárnak elég, illetve 12 éves kor felett egy egész védőoltást adunk. Az ismételt szériákkal minden évben az új kórokozók, az új mutánsokat, azokat tudjuk kivédeni, de természetesen évente, ha megkapja a védőoltást, akkor folyamatosan védekezés van, és lényegesen kevesebb a megbetegedés. Most bejelentkezésre jöhet mindenki a szakrendelésekre, tehát természetesen nem találkozik ilyenkor beteggel a rendelőben. Adunk egy időpontot, nem várakozik, és most nincs megkötés. Örülünk, ha mindenki beadatja a védőoltást. Hát mi, akiket beoltottunk, azért komoly fertőzés nem volt. Nyilván a parainfluenzás tünetek, egy kis nátha orrfolyás az megvan, viszont lényegesen hamarabb volt a gyógyulás egy igazi influenzának is, hogyha volt már kész ellenanyaga, és így kapta meg az influenza vírusát. Azt is megtudtuk, hogy nagyon népszerű az oltás. Különösen most a koronavírus járvány második hullámában, ugyanis felnőttek esetében az időben beadott oltás életeket menthet. Minden évben nagyon fontos a védőoltásnak a megléte, mindig az aktuális, a laboratóriumban már kimunkált és mindig aktuális szereket fogjuk beadni, tehát most is az aktuális kórokozóknak a megfelelő ellenanyag képzését fogjuk a szervezetben elősegíteni. Tehát ha már van egy bakteriális fertőzés, itt van a COVID, akkor legalább legyen az influenza elleni védekezésnek már kész ellenanyaga a szervezetben. Ezáltal nyilván a szervezetnek, mint egy stimuláljuk a szervezetet, a társfertőzések kivédésével legalább a COVID elleni védekezésnek esélyt adunk.